Sziasztok, Gergőik a Sneakerbox, és itt van velem Bence. Sziasztok! Bencét biztos ismeritek már csoportokból, KRG-ről, különböző vásárokról, elég sokat trade-el off-white cuccok, úgyhogy nem is találhattam már jobb partnert ahhoz, hogy megcsináljuk vele a nagy off-white vlogot, tartsatok velünk! Az off-white története természetesen elválaszthatatlan magától Virgil Abloh-tól. Virgilről egyébként van egy off-white story nevű cikkünk, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok rá, akkor ezt elolvashatjátok a blogon. De hogyha egy kicsit ilyen highlightokat fel szeretnénk bőle villantani, ugye fontos, hogy a designer és építészet szakon végzett az egyetemen, és elég korán Kanye West-tel kezdett el együtt dolgozni, nagyon sokáig kreatív igazgató is volt a csapatban, aztán egyre inkább a divat irányába fordult, ahogy mondták, ők voltak ezek az outsiderek, ezek a külsősök a divat világában, és utána úgy gondolta, hogy megpróbálja azt, hogy a streetwear-t felhúzza egy kicsit a high fashion irányába. Ennek az első próbálkozása tulajdonképpen a Pyrex nevű márka volt, amely egy kicsit félig művészeti projekt volt, félig pedig üzleti vállalkozás, és elég nagy botrányt is kavart vele, mert fogott egy sima champion pulcsit, és felülnyomta a saját dizájnjával, és $500 fölött árult ezeket a cuccokat. Ez egy kicsit olyan visszás volt, de amikor ugye magát az Off-White-ot elindította 2012-ben, akkor az már tényleg egy komplett márkának indult. És elég hamar ugye streetwear berkekben így ismerté vált, viszont amit ugye mindannyian tudunk, az igazi robbanást, az a Nike-val közös kollekciója, a The Ten hozta meg neki, ugye sneakerhead-ek látott körülbelül és ekkor került. Nyilván The Ten-ről már sokkal-sokkal többet hallhattatok mind a blogon, mind a vlogon, sőt ugye két off-white cipőt is ugye a The Ten kollekcióból unboxoltunk nektek. Bence most alapvetően a ruhákról fogunk beszélni. Bence, miről ismerszik meg egy off-white póló például? Hát igazából ami nagyon-nagyon szembetűnő lehet, az a hátulján lévő nagy minta. Ez elég klasszikus. Igen, ez a talán a legklasszikusabb. Emlékszem, amikor az Instagramon ugye berobbant ez az egész, hogy mit láttunk, egy Easy 350 hátulról, és egy szakadt nadrág és egy off-white póló ezzel a tipikus mintával. A social media-nak nagyon nagy jelentőség van ebben az egész kultúrában, tehát ennek köszönheti a legtöbb márka sikerét. Hát az off-white ezt tudja egyébként tényleg. Ezen kívül még talán ugye ez a másik legjellegzetesebb minta, ami hátulról látszik. Jó, egy nyilas kereszt. De még ugye ezek a csíkok, még ugye az újon is nagyon gyakran visszaköszönnek, főleg ugye a hosszú búcsin, pont ez, ami rajtad is van. Igen, pont rajtam például, vagy ugye itt. Igen, az off-white, ugye Virgil Abloh úgy definiálta, hogy the grey area between the and the white and the black, tehát ők azok a divat szürke zónája, ugye a fekete és a fehér között. Ez nektek is látszik, ugye, majd közvetítve videóban látszik. A másik még, ami nagyon szembetűnő lehet, az elején lévő hatalmas nagy print. Úgy gondolom, hogy ez a másik, amiről nagyon egyszerűen meg lehet ismerni, hogy ez egy off-white póló. Nagyon sok festményt alkalmaztak. Ez is egy évnek, ugye? Ez egy évnek igen. Volt, egy seasonnek volt egy a fő tematikája. Minden seasonben ugye más az egésznek a dizájnja és az egésznek az elrendezése. Itt van például egy... Ez a mostani seasonben való póló. Aha. Például ezen a körülakú off logo, ez az off-white logo, ez így elég gyakran visszaköszön. Igen. Most ez már az újabb kollekcióknak a hátulütője, vagy nem tudom. Neked egyébként tetszik ez a körül a logo? Nekem egy kicsit olyan béna. Nekem sokkal jobban tetszik ez a sima eredeti, amikor csak így ennyi látszik a póló elején. Igen, meg a minimalistább. Meg a The Ten cipőkön is ugye pontosan ezzel a betűtípussal, hogy fölírva, hogy Beaver Tom, meg minden, tehát ez a real gondolom, ilyesmi. Ez ugye még 2018 végén a Fall Winter-es kollekcióban adtak ki. Hát, ez is meg szerintem, Bence. Ezt is talán nagyon-nagyon sokan láthattátok már képeken, vagy akár az utcákon, amit így ismerhettek. Igen, itt volt az oltán, kicsit elmozdultunk ebből a nagyon fekete-fehérből, ugye, mert ezek a színes történetek. Igen. Hát a színes történetekre visszatérve, talán most, amíg az új kollekciókra jellemző, az, hogy nem mintákat raknak a hátuljára, hanem csak egy reflektív csíkot. Ez nem tudom a videóban mennyit látszik. Ez reflektív? Ez reflektív, ez a csík rajta. Aha, tehát ez az outline-os grafika. Durva. És tényleg rábakoztál, mert ilyenek, tehát működik. Aha. Igen. És hát ez a másik legnagyobb újítás talán még az új kollekciókban, hogy ugye eddig ilyen fényvége volt a... Jól is néz ki rajta egyébként. ...dolgoknak, és most pedig meg már... Mint egy gumiban mártották volna, körülbelül úgy néz ki. De egyébként ami még, és ezen a polon is visszatetszik, ugye, ami például az övnek ugye a fő motivuma. Igen, ez az industrial belt. Mutassuk meg ezt is szerintem, hogy ha már így izé. Hát ennek a hátulja pedig ugyanolyan sárga, mint a... Ez az a durva, hogy ezt egyébként a hamisítókból, hogy nagyon megtalálták ezt a... Úgy gondolom, hogy ebből és a graffiti is van a legtöbb. Igen. Tehát
amit látok interneten, az az a kettő, ami... Voltunk a Szabadkai piacon, nem tudom, de láttad ezt a vlogot, a Louis Vuitton NMD Supreme. Volt, itt van egyébként fenn a polcon. És emlékszem, hogy amikor ott voltunk a piacon, akkor hát ahol az Off-White fürdőgatyát vettem, mert egy Off-White fürdőgatyát a Szabadkai piacon, ott emlékszem, hogy ebből brutál sok volt kiakasztva ebből a mintás pólóban. Nem csak Szabadkán láttam ilyet, hanem nemrég voltunk családdal Balatonfirodon, és ott is lett Off-White. Ja, természet, az összes bazárban kapott el ilyeneket. Na, mit van még? Talán a másik két legjellemzőbb minta, ez a 3D print hátulján. Igen, ez az outline-os történet, de ez jól is néz ki egyébként. És olyan visszafogottabb, mert ha mondjuk valakinek ez a graffiti is nagyon halsány csíkokkal nem tetszik, akkor ez egy jó. Ebből viszont ugye egy szezonnál később kiadtak egy másik fajtát, ami pedig kicsit ilyen kihúzófiltre hasonlít. Ez kurva jól néz ki. Te láttál Magyarországon? Hát én embereken keveset ilyet láttam. Hát eddig hoodie-ból talán 3 vagy 4 volt nálam, azok egyből is mentek, mert nagyon kellendőek. Igen, látszik, mert azért hozza azokat a mintákat, amiket is szeretünk tőle, de például nekem az a vékonyabb outline, és az azért tetszene egy kicsit kevésbé, mert ugye azért nem nagyon látszik. Igen, jól látszik, de azért... Igen, van, persze. Ez is reflektív vagy? Nem, az sajnos nem. Viszont az azért hangsúlyosabb, az egy jó kis kompromisszum ugye, izé között. Aztán ezen kívül dobáljuk a félmilliós halomba a dolgokat így, vagy már talán egészmilliósba. Érdemes beszélni a tavalyi kollekcióról, ami az impressionizmusra hajaz, ugye az ilyen elkent formák, és... Na csak beszéljük, mutassuk meg. Aha. Igen, egy kicsit ilyen koptatva vannak, igen, ez a 99. Ez egy ami kollab rész egyébként? Nem, ez rá van írva egy impressionizmus. Aha. Igen, látszik, hogy a művészetet a valamilyen formájában. Igen, próbálják megőrizni benne is. Hát ugye nyilván ezért voltak a festményes pólók is. Igen, igen. Hát ez a pólcsa sem rajtad van. Igen, igen. Ez sem festményes. Nekem személy szerint ez egy kicsit nehezebben jött át ez a festményes történet, mert nyilván szeretem én is a klasszikus művészet úgymond, de egy pólón az nekem egy... De nekem a streetwear az nekem engem sportos, és ez nagyon nehezen tudnék úgy érzem, hogy egy monalizás pólóz felöltözni. Talán ugye azért tud sikeres lenni ebben az egész kultúrában, mivel ez is ugyanolyan extravagáns, mint amilyen cipőket mostanában hordanak a srácok. Hát igen, tehát egyre jobban elszállt ez a cipődivat, tényleg ez biztos. És akkor van itt ez a kamó történet. Ugyanolyan impressionista történet. Ez a kamó, ez inkább csak ilyen egy szízönbe tért vissza, nem? Tehát nem jellemző, hogy kamó mintákat használ. Ezen kívül még volt egy másik fajta kamó, aztán 2000-es season nagyon hasonló ehhez. Aha. Tehát annyira nem eredeti ezt a... Tök vicces, hogy főleg a fast fashionben ugye az ember mindig azt mondja, hogy kamó ebben az évben már nem lesz divat, aztán azt hiszem, már 5. éve mindig megjelenik, hogy mindig hoznak valami kamót. Itt pedig egy újabb festményes történet, viszont ennek nem az elején van a festmény, hanem a hátulján. Aha. Találtunk meg. És felirattal. Felirat az elején. Mi van ideírva egyébként? Nincs úgy értelme, vagy legalábbis első nem csak jöttek otthon. És végére még hagytam egy ilyen festményeset, viszont ez pulcsi. Fú, ez azért ez egy masszívabb darab, azért látszik. Igen, igen. Minden jegyet visel tulajdonképpen. Elő festmény, ezek a kis, mint egy oda lenne celuxóval, vagy csak így azért. Ez ugye a több szezonban visszaköszönt a Caravaggio, mint festmény az elején, és minden szezonban más volt az oldalán a csík, tehát ez erről is lehet megkülönböztetni. Na ugye a szezonoknak adnak különböző neveket, például volt a Seeing Things, meg például volt a Mirror, és ezeket ugye itt találjuk meg a... Igen, igen. Tehát akkor mindig tudom, hogy egy season tartozik egy-egy ilyen jelszó, vagy egy szlogán, vagy ilyesmi. És akkor mondjuk így akár könnyen be lehet azonosítani a season-eket arról, hogy igen, mi van. Nyilván csak azt tudja, aki ismeri a márkát. Persze. Meg ami még ugye látszik, hogy az elején van egy ilyen a pólóknak az a kis felirat, és ott látszik, hogy melyik évben adták ki. Tehát az Off-White felirat alatt ott van, hogy 2017-18-19. A Ziptáv ugye még, ami a The Ten kollekció, meg az összes ugye Off-White cipő rajta van. Ugye a ruháknak mik ezek a jellegzetességei, amik így akár címke vagy épp szempontból, hogy mindegyiken visszaköszönnek? Hát ugye talán nektek, ami a legjellemzőbb, mert ez 2016 óta ugyanolyan nektek van az összesben. A különlegesség ugye az, hogy 3D print van, tehát hogyha rávilágítunk akár vakúval, akár csak fényre világítunk, hogy csillog, meg lehet érezni is. Ez idéntől változott. Igen, azt hiszem, hogy például amikor az Off-White zoknimat vettem, annak a doboznak is egy ilyen, ez a világos, ez a mentaszín, nagyon szeret egyébként ezekhez a történetekhez. Ugye most rajtam van egy ilyen póló, amin nyilván ez a klasszikus, úgy, hogy le kéne vágni, természetesen, mint a ízet. De például ez a fűzőszerűség is, ami egészen magasról nyúlik így le a pólóban. Így látszik, hogy ez is ezt a mentaszínt hozza egyébként. És vannak rajta ezek a klasszik hangtagek, ami ugye nem papírból vannak, hanem ez egy ilyen elasztikus gumiból vannak, hogy természetesen a ziptáj. Ez mindegy. Általában az Off-White-hoz adnak egy ziptájt, ami először ugye a Dötenen is ugye piros volt, és akkor azt hiszem világos kék van még belőle. Világos kék, zöld, meg hát a komplex koros megjelenés cipőkhez vannak még érdekesebbek. Aha.
De azért, és ugye a zip tie, ugye már más videóban, meg blogban is ugye mondtuk, hogy elvileg ugye ezt le kell vágni, de ugye a New Era-knál rajta adják néha a matricet, igen, és igen. Sapkákon azért is sokan szeretnek ezzel elbüszkélni. Meg hát így távolról is még inkább látszik, hogy off-white. Ja, egyébként tehát nem zavaró egyébként hordás közben se, tehát nyilván egy pólón azért már érdemesebb lehet levágni természetesen. Ugye a zip tie-nál a tiéd ez egy régi kollekcióban van, viszont az újakban már úgy van, hogy ide hátulra van belevarva, és innen gyúlik le igazából teljesen a pólón belül. És ugye legvégére itt teszik rá a zip-tájt. Ez is egy olyan, mint egy vastag cipőfűző, ugye erre emlékeztet leginkább. Mint ez a régi fat laces, amit a deszkár cipőkben használtunk. És nem túl régóta megcserélték már a zip-tájokat, szóval ilyen pirosokat már nem lehet a boltban retailerektől vásárolod meg a terméket, hanem vannak ezek az újabbak. Ez csak ilyen kicsi, nagyon minimalista, egy kisebb off-white felirat van rajta. És akkor ez, ez már eltörött? Igen, ezt igazából le is töröd. Aha, igen. Megveszed a cuccot. És a régebbiekhez ilyen fehér színű zip tie-okat adtak, és nem túl régóta hozták be. Aha, ez is ez a mentező. Igen, ez a mentező cím. Visszaköszön rajta. Aha. És egyébként hogy látod, ugye, amikor itt trédelgetsz ezekkel a cuccokkal, hogy ugye most nagyon sokfélét mutattunk meg. Mi az, ami Magyarországon most például a legjobban megy, és mondjuk ment tavaly ilyenkor? Hát tavaly ilyenkor én azt vettem észre, hogy a bépek talán sokkal jobban mentek. Nyilván ugye most, ahogy látom, egyre jobban újra köszönöm vissza, mivel hát ugye tél van, rosszabb az idő, itt a pulcsik vannak, igen. A pulcsikra gondolok. Viszont az off-white-okból pedig talán ami a legikonikusabb, ugye ez az elején van egy nagy print, akár a Caravaggio, akár a Mona Lisa, akár ez a Bernini, ezek mennek talán a legjobb. Tehát az artprintesek. Igen. És akkor a kölykök már annyira nincsenek rájzba verve a korábbiak, tehát még ez outline-os, vagy ez a kihúzott filces, vagy ez a graffitis, vagy még már egyre kevesebb is elérhető, gondolom, mi jó állapotban. Nyilván, igen, ugye? Jó állapotban nagyon-nagyon ritka, hogy talál az ember. Meg ami még fontos, hogy ugye tényleg, hogy látszódjon ez, hogy off-white. Aha. Tehát hiába vesz valaki egy off-white pólót, és tényleg csak ennyi off felirat van rajta, az nem biztos, hogy elendő, meg nem biztos, hogy ilyen szívesen is veszik valaki. Hát igen, mert nyilván azért lássuk be, ugye ezek azért még így nyugodtan 50-60 ezer forint, hogy a pulcsik bőven 100 ezer forint fölött, tehát ugye ez tényleg olyan, hogy amíg nem is látszik, akkor pontosan miért is. Hát igen, ezek a cuccok, lássuk be, flexelésre valók, mivel ezt el lehet ítélni, lehet erre bármit mondani, de ezek flexelésre valók. Szukcsukról már igen, fel, igen, tehát látható dolgok, és hiszem az off-white cuccok sikerében egyébként ez a láthatóság, hogy ez tényleg brutálisan beazonosítható. Hát gondolod csak az övre, ott is mennyiféle színe lehet, igen. Azt hiszem, lehet azt is variálni. Igen, mondjuk azt láttam, hogy a sárgát egyébként olyan kombókhoz veszik fel, ami így nem is. Ez a katasztrófa egyébként. Na, elvezünk is hát a kollabokra. Bence, miket hoztál? Igazából hoztam egy nagyon régit. Ez ugye a Midnight-tal együtt csinálták. Itt még a régi nektek látható. Nem is az, ami gyerekünk volt. Ez nagyon érdekes dizájnja. De nagyon különleges. Itthon nem is tudom, hogy van esetleg ebből másik, vagy... Én ilyet még itthon emberem biztos, hogy nem láttam például. Ez is, ez is a készleted része, vagy ez a gyűjteményed része? Nem, ez a készleted a része. Nyugodtan megvásárolhatjátok. Kronológiai sorrendben tovább haladva, 2017 novemberében adták ki a Championnel közös kollabukat. Ebben ugye voltak krúnekek, pólók, nadrágok, hosszú, rövid és húdik is. És ez ugye már nem felülnyomás volt, hanem egy valódi kollab, ugye? Igen. Hát ugye, ami talán itt az érdekessége, hogy elől ugye a szokásos off-white és Champion logó együtt látható. Igen. Meg a hátulján. Hátul azért brutálisan off-white-os. Igen, viszont úgy gondolom, hogy talán ennek a kollabnak a legminőségibb a printje, mert... Ez nagyon jó, hát szerint elpusztíthatatlannak tűnik körülbelül. És két réteg is van rajta legalábbis. Másik ismertető jelen még talán az, hogy itt a nyak részénél és az új részénél alul distressed, tehát olyan, mintha hordták volna és kicsit ilyen szakadt. Én ezt annyira imádom, amikor ugye még talán Triple S-nél van ez, ugye a Balenciaga Triple S-nél, hogy akinek nincs ideje vagy energiája egy negyedmilliós cipőt rommá hordani, ez rögtön a dobozban is megkaphatja. Tehát így, én azért megvártam, hogy a mosógép intézze azért ezt a pulcsit. Ugye van egy pólónk is ugyanebből a kollekcióból. Aha. Igen, mondjuk a Champion-nál ugye általában az szokott lenni a legjellegzetesebb, hogy van egy brutális nagy Champion felett van az elején, vagy ez a kicsi. Aztán itt ügyesen megoldották itt a kombót így a két lóval. Ugye itt a nekteknél is látható a... Az off-white alatt a kis Champion. Aha. Ez is distressed egyébként. Ez is a kollekció minden része. Ah, igen. Még ennek a kollekciónak a jellegzetessége, hogy nem ugye azt a sima hangeteket adják hozzá, hanem egy kicsi ilyen kéket. Ez nagyon szép kék egyébként, ez nagyon szép. Fel is felé, vagy off-white Champion. Aha. Ez nem, mint a Champion kéket csinálták volna ebben tipikus ilyen off-white stílusban. 2018 júniusában adták ki a Nike-val közös kollabukat, ami
hát ugyanúgy interneten is elérhető volt, viszont külön Nike Lab Store-okban, ez ugye sajnos itthon még nincsen. Igen. De hát nem is az a jövő. Hát szerintem a Nike Lab Store nem az a jövő szerintem itthon, de... hát itt ennek a legkülönlegesebb része az, az elején lévő Nike és logó fejlet, amelyek ilyen halakamosak. Hú, te, basszus, ezt nekem még fel se tűnt, azért nyilván a sneakernesseken, meg vásároknak, azért én is láttam már közelebbről ezt, de ez a hologram group brutál. Nagyon van, ez mintha akár képeken, akár az ember hordja. És ugye még ennek a kollaborációnak része volt egy focilabda, ugyanúgy volt még ebben is egy póló, egy jersey, talán még azt hiszem nadrág is. Neked tetszik egyébként? Nekem az volt a benyomásom erre, hogy ez már ilyen brutál sok. Tehát mondta, hogy így fogták és így összebaszták volna ilyen elemekkel tulajdonképpen. Nekem ez például nagyon tetszik. Szóval azt ez beleillik ebbe az egész kultúrába. Aha. Tehát egy sportosabb szethez, akár egy melegítőgatyához, meg felvesz az egy ember, akár egy Nike Off-White Prestót, vagy bármilyen kollabot, már zseniális. És egyébként neki a kollabokban melyik tetszik a legjobban? Talán nekem a Champion és a print miatt. Aha. Hát ez a hátulja lévő print, ez hát elég brutál, tehát igen. Ebben van anyag, hogy szokták mondani. Igen. Na Bence, köszönöm ezt a sok infót, amit most off-fight ügyben megtudhattunk. Mesélj egy kicsit magadról, milyen például a sneaker ízlésed? Hát igazából én nem típus, hogy márka alapján választok cipőt, hanem két fontos szempont van, amit figyelembe veszek, hogy tetszen, és hogy valamilyen kötődésem legyen hozzá. Aha. És most láttam például egy CDG Converse-ben, jött el ez valami kötődés? Ezt ugye még kint Párizsban vásároltam, nyáron, amikor voltunk kint családdal, és talán ez ami megfog benne. Láttad a párizsi store check videót esetleg? Igen, igen, még abból készültem fel, amikor mentem. Na, jó. És akkor hol vetted egyébként ezt a Galerilla fejedben, vagy hol vetted? Igen, én ott vettem. Ott volt ugye a CDG-s pop-up, úgyhogy ott. És te kényelmesnek tartod? Úgy gondolom, hogy teljesen rendben van. Azt mondták, hogy nem lesz az, viszont most így hordom az időmúlásra, egyre jobban megszokom. Nyilván egy boost talphoz képest nyilván nem ugyanaz, de egy izé. És egyébként te honnan is jöttél? Nagykanizsáról jöttem. És ott hány Hypebeast van? Egy kezemben talán meg tudnám számolni. Annyira ott még nem terjedt el az egész kultúra, mint itt Pesten, vagy mint akár a nagyvárosokban, Debrecen, Győr. És te is egyik vagy azoknak a 10 éves vállalkozóknak, ugye gyakran lehet csoportokban találni, és ugye azért is figyeltem föled, mert nagyon következetesen nyomott, tényleg rakott ki a posztokat. Köszönöm folyamatosan. Szépen. Nem tudom úgy kinyitni az interneten, hogy ne jöjjön valamelyik posztot szembe. Honnan jött ez az egész ötlet? Hát igazából még talán tavaly szeptember, október környékén kezdtem ezt az egész veszedelkedést. Ennyire friss ez a történet? Hát az már most egy év van, tehát azért annyira friss. Hát, végül is igen, relatív. Azt láttam, hogy nagyon nagy az igény az Off-White és a Babe cuccokra a csoportokban, mivel oké, hogy az embereknek vannak drága cipőik, de egy bizonyos szint felett már drága ruhákra is szeretnének pénzt költeni, úgyhogy ezért kezdtem el. És mik voltak a tapasztalatok? Hogy indult be ez a dolog? Az elején még nagyon tehát pár dolog volt nálam, és nem mertem rizikót vállalni, tehát nem mertem sok dolgot venni. Aztán, hogy így egyre jobban láttam, hogy van benne potenciál, hogy egyre többet, és egyre nagyobban próbáltam ezt az egészet csinálni. És honnan szerzett be, nyilván nem elárulva a forrásaidat, de hogy honnan szerzett be ezeket általában? Hát ugye interneten próbálok minél több felületen jelen lenni, és ott böngészni a dolgokat. És hogy már ismernek is ott, mint tulajdonképpen ilyen buyert, vagy ilyen, aki így beszerz ezeket a dolgokat? Vagy... Van, akihez visszajár a pásra, viszont próbálok minél több felet terjeszkedni. És egyébként ugye nagyon fontos, hogy a sneakereknél is, hogy valami 100%-ig legit legyen. Te hogyan állsz ez, vagy mit teszel azért, hogy amiket beszerzel, és ugye másoknak tovább, az biztos, hogy eredeti legyen? Az első talán 3-4-5-6 hónapban minden terméket posztoltam ki különböző legitsekes csoportokba, és vártam a válaszokra. Aha. Viszont úgy gondolom, hogy már kiismertem annyira a márkát, hogy tudom, hogy mi eredeti és mi nem. És természetesen minden ére, ami a kezünk közül kimegy, garanciát vállalok. És egyébként, hogy például ilyen off-white cuccokra gondolunk, mik azok a dolgok, amiket így mindig megnézel, hogy legitek? Talán sokkal egyszerűbb ezeket legítsek el, mint a cipőket, mivel elég a nekteget és a benne lévő besteget itt oldalt megnézni. Ugyanez van a bébeknél is, tehát elég egyszerű ezeket. És ezt nem lehet hamisítani, vagy nehéz, vagy látszik rögtön egy hamisítványon? Vagy... Látszik is a hamisítványon, meg hát a hátulján lévő print, vagy akár az elején lévő print is teljesen más a minősége, ugye? A minőség is, meg a színvilág is. És azt gondolom, hogy a világ se lenne megoldható, hogy hamisítsák őket. Ugye elég sokat láttam csoportokban, hogy call-outok, veszekedések. Neked mi a tapasztalatod a magyarok megbízhatóságáról, per megbízhatatlanságról, hogyha én adásvételekről veszem? Hát ugye én főleg csak eladok, és nyilván ennek az egésznek az alapja az, hogy eredeti terméket adjon el, aki a keresedik. Ez elvárható szerintem. Viszont, hogyha pedig egy vevőről van call-out, az nyilván azért van, mert nem jött el, vagy hasonló dolog történt. Szóval ti, mint vevők vagy mint eladók, figyeljetek arra, hogy kitől vesztek, vagy kinek adtok el. Tehát ezt nyugodtan menjetek fel Facebookra, keressetek rá a nevére, és a csoportokban megtaláltok róla minden információt igazából. Talán ez a legegyszerűbb módja annak, hogy kiszűrjétek azt, hogy
kiben nem bízhattak meg, vagy kiben. Igen, ezt egyébként szoktuk mi is mondani, hogy nagyon gyakran mi is kapunk legit csekkeket. Srácok, kérlek ne küldjetek, mert ugye mi képről elve nem csinálunk legit csekket, meg ugye mi nem vagyunk legit csekkerek ilyen sneakerboxnál, úgyhogy ezt ne küldjétek. Minden esetre mi azt szoktuk tanácsolni ilyenkor, hogy a terméket képről marha nehéz megállapítani. Mindig azt szoktam mondani, hogy a sellert azt tessék legit csekkelni, mert igazából egy megbízható embertől sokkal nagyobb az esély, hogy megbízható eredeti cuccot veszel, mint egy tök ismeretlentől. És hogyha lehet, akkor ne postával adjátok meg az üzletet, hanem személyes találkozóval. Igen, mert ugye akkor tényleg nem tudsz egy címet, vagy ilyesmi, akkor ott állsz mondjuk a hamisítvánnyal, vagy, az, vagy nem azzal, amit kaptál, ugye? Meg ugye ezek a trédelések egy kicsit a közösséget is építik ilyen szempontból, úgyhogy én is mindenkinek azt javaslom, hogy tessék személyesen találkozni. Na azt azért látom, hogy már most is elég szép stockod van, és gondolom nem láttam az egészet. Nem, még nem. És mik a terveid a jövőben így a Get Your Girl ezzel kapcsolatban? Hát én próbálom minél jobban kiszületesíteni a palettát, minél több fajta ruhát, akár színállásokra gondolva, akár márkákra gondolva, kicsit így a designer kedvelőinek is kedveskedni, azzal, hogy akár már Balenciaga dolgok is lehet, hogy lesznek nálam a jövőben. És ezen kívül... Észrevetted egyébként még most a trendek, amik így, mert ugye nyilván azért gondolom megkeresnek téged olyanokkal, amik mondjuk nincsenek, így mik azok a tapasztalatok, hogy mifelé tendálmos az emberek ízlése, mit hát keresnek? Nagyon meghatározó akár az évszak is. Tehát nyáron nyilván sokkal jobban pörögnek a pólók, talán még a longsleeve-ek, viszont télen pedig sokkal jobban átállnak az emberek arra, hogy húdik és krúnekek. Vagy hát kabát, ami neked nincs gondolom. Kabát az nincsen, mert úgy gondolom, hogy arra nincsen akkora igény. Főleg azon az áron. Tehát így, hogyha úgy most 100 000 fölött van egy pulcsi, ugye ebben a kategóriában, akkor ezzel a kabát így gondolom 300? Vagy olyasmi, igen. Hát farmer kabát és ilyen egyszerűbb szélcsekik talán még vannak nálam, vagy ritkán, de az sem mindig. És hogy nyilván ugye az, hogy szezonalitás, vagy az emberek télen hidegebb időhöz öltözködnek, ezt értem, de mondjuk márkák tekintetében látsz valami elmozdulás, hogy mondjuk tele vagy off-white, ugye sok bépet is van, és akkor azt mondják, hogy haver nincs nálad, ez és ez a márka? Nem, úgy látom, hogy nincs az, hogy van új márka, ami betörne. És neked egyébként ugye rettenetesen sokat mozogsz ilyen csoportokban. Hogy látod, hogy külföldön most milyen márkák pörögnek? Külföldön talán az emberek próbálnak átállni a designer cuccokra. Gondolom itt például a Balenciagára. Hát ott már megengedhetik maguknak az emberek, hogy a retail boltokban megvásárolják ezeket. Hát igen, ez lehet. Jó van, Mence, meg egyszer köszönöm szépen az infókat. Hogyha tetszett ez az off-white-os videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, kommentben mondjátok, hogy nektek melyik off-white cuccomba a legjobban a bemutatottak közül, hogyha még nem iratkoztatok fel a YouTube csatornánkra, akkor tegyétek meg most, kövessetek minket Facebookon, Instagramon, Bencét is kövessétek, sziasztok! Sziasztok!